Ismét eseménydús volt az advent vasárnap Tamásiban. A kézműves vásár már délután 2-től várta az érdeklődőket a rendezvénytéren. A karácsonyi készülődés pedig nem csak az intézmény előterében elevenedett meg, hanem a folyosó galéria falain is, hiszen rajzpályázatot hirdetett a művelődési központ. Az ünnepélyes eredményhirdetésre pedig advent második vasárnapján került sor. És az óvodás korcsoportba első helyezést ért el Partman Eliza. Gratulálok, Eliza! A zsűri korosztályonként az első három helyezettet oklevéllel és rajzeszközökkel díjazta. Szeretnénk megmutatni, hogy milyen ügyesek a gyerekek itt Tamásiban. Minden évben két rajzpályázatot hirdetünk, egyet tavasszal, az teljesen változó témával, és egyet mindig az adventi időszakban, ami karácsonyhoz kötődik. Idén Várjuk a karácsonyt volt a címe ennek a rajzpályázatnak. Óvodás korú gyerekektől az iskolásokig nevezhettek. Nagyon népszerűek, mert 240 körüli pályamunka érkezett be, itt mind látható a folyosó galéria falain. Szétbontottuk korosztályokra, minden korcsoportot külön értékeltünk, mindenhol adtunk ki első, második, harmadik helyezést. Egy közös munkára külön díjat is adtunk ki az óvodásoknál. A gyerekek büszkén álltak össze egy csoportkép erejéig az alkotások előtt. Az osztályunkban egy papírra le kellett rajzolni, hogy megtervezzük, és akkor utána mindenki rajzolt ilyen szép karácsonyi fotókat, vagy rajzokat. Szeretek alkotni, rajzolni, vágni, ragasztani. Én rajzoltam a mézeskalás sütésről, a karácsonyfa díszítésről, az ajándékbecsomagolásról, a karácsonyfa vételről. Ezekről rajzoltam, és én igazából nagyon örülök, hogy első helyezést értem el, nem számítottam rá, és köszönöm a lehetőséget. Mindeközben a téren felállított karácsonyfánál a Waldorf iskola diákjai szüleikkel és pedagógusaikkal meglepetéssel várták az arra járókat. Nálunk az adventi időszak idején minden reggel közösen éneklünk a gyerekekkel, úgyhogy sokkal nagyobb a dalrepertoárunk, és ebből hoztunk most fel így a térre így minden vasárnap 4 dalocskát. Ezért is egy kicsit így hozzájárulva az ünnepnek, így a fényéhez, meg ehhez az adventi időszakhoz. Az ünnepi díszbe öltözött téren felállított színpad első vendége a széles zenei repertoárral rendelkező Smooth Criminals Brass Band volt, akik régi retroslágerekből és a mai legújabb zenékből hozott egyveleggel készültek a tamási közönségnek. A Smooth Criminals Brass Band az mi nagyjából 10 taggal működik. Ez változó, melyik koncertre hányan megyünk el. 2019-ben alakultunk, vagyis hát 18-ban egy szerenád erejéig, aztán a kezdeti sikerek után hamar bővült új tagokkal a zenekar, így nagyjából 19-re érte el azt a formáját, amivel ma koncertezünk. Fontosnak tartjuk az év minden napján a zenét, mert ez táplálék a léleknek, meg a kikapcsolódás, szórakozás. Tiéd minden cseppnyi víz. Az adventi programok hagyományos menetrendje szerint 18 órakor az S-Star fellépője foglalta el a színpadot, aki ezúttal az Artisius díjas magyar énekesnő, rádiós és televíziós műsorvezető, színésznő Falusi Marian volt. És te kívánt, hogy szomjamat bízzam rád. A színpadi produkció során nem a karácsonyi dallamok kapták a főszerepet, és nem is ok nélkül.
én a Tamási közösségnek már üzentem előre, hogy eszükbe ne jusson, hogy én adventi dalocskákat fogok énekelni, bár van olyan műsor, amit hiszen a Kálmán Péter opera énekes barátommal egyszer csináltunk, amin a mennyből az angyaltól kezdve tényleg csodálatosan szép ilyen klerikális dalok vannak, de hát nem azt akartam, hogy itt most az legyen, hiszen mindenki jól érzi magát, forralt bort iszik, fázik, szeretne egy kicsit mulatni, és azt hiszem, hogy rá kell készülni a karácsonyra, amikor aztán majd ihletett állapotban mindenki átölelheti a családtagjait, a szeretteit, de most annak volt itt az ideje, hogy énekeljünk egy kicsit együtt. Bocsáss meg egyszer még, és kezdjük újra. Gyerekkoromban csodálatos karácsonyaim voltak, aztán úgyis, amikor nőttem fel akkor is, amikor elvesztettük apukámat, akkor már egy kicsit meghittebb volt még inkább az anyukámmal. De valahogy az az igazság, hogy amikor mások karácsonyoznak, amikor mások ünnepelnek bármit, és akkor mi a színházi emberek, színpadi emberek szerepelünk. És én például még annál is jobban, a Györgyivel együtt szoktuk a rádióban vezetni ezt a karácsony esti műsort, tehát 24-én én délután 4 és 8 óra között bennülök a rádióba, és mint egy lelki elsősegély hallgatom a betelefonálókat, és hogyha valakinek nem sikerült, akkor még 25-én is ott leszek, tehát ez két napon keresztül, de ez lesz majd szilveszterkor is, meg minden ilyen sátoros ünnepen. Tehát én szeretek helytállni akkor, amikor más pihen. Amikor más pihen, akkor mi dolgozunk. Ez egy sajátságos dolog. A karácsony az pontosan ugyanilyen, nem különbözik. Lesz szép fám, szeretem díszíteni a lakást, szeretem a karácsony külsőségei, azok nagyon megdobogtatják az ember szívét. Tehát szeretem, ez a legfényesebb ünnep tulajdonképpen, úgyhogy tök jó. Az igazi decemberi időjárás ellenére a jókedv és az ünnepi hangulat uralkodott Tamásiban advent második vasárnapján is.